Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Május 29-e szerda van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. A zöld bajnok önkormányzatokat köszöntötték, Győr is élen jár a LED csere programban. Textilgyűjtő konténereket telepítettek Mérfőcsanak két pontján, a fejlesztés illeszkedik a zöld Győr koncepcióhoz. A még tisztább Győr érdekében naponta három autóval napi 10 órában gyűjtik a zugszemetet városszerte. Budakalászon tartott rangos eseményt a SZÁJEP csoport, ahol a résztvevő önkormányzatok és cégek megismerkedhettek a Green Energy divízióval, valamint más fenntartható megoldásokat is bemutattak az érdeklődőknek. A rendezvényen köszöntötték a zöld bajnok önkormányzatokat, köztük Győrt is, hiszen városunk kiemelkedő eredményeket ért el az elmúlt időszakban. Az elismerő oklevelet Szele Szabolcs alpolgármester vette át, aki elmondta, rendkívül népszerű a LED csere program, és az önkormányzat a jövőbeli együttműködésre is nyitott. 2022. szeptember óta van lehetősége a győri lakosoknak régi izzóikat ingyenesen új, energiatakarékos ledesekre cserélni. Kedden az országos program kitalálója a SZÁJEP cégcsoport tartott konferenciát a fenntarthatósággal kapcsolatban. Pár szót magunkról. A Cut Your Energy Bill, ez ugye magyarul elég rossz rövidítés lett volna, CEST. Hát ezt nem szerettem volna, amikor 2006-ban kitaláltam a cég nevet, tehát nem CEST-nek hívtam, hanem Cut Your Energy Bill-nek. Az egész világban járkálván, ezt a legkülönbözőbb néven szokták mondani, Amerikában CYEB-nek mondják, Magyarországon a legtöbb helyen ilyen jó nógrádiasan SZÁJEB-nek, Romániában pedig QYEB-nek mondják, ugye mindenki, ahogy éppen mondja. Tehát én teljesen mindegy, hogy ejtjük ki, az a lényeg, hogy mindenki tudja, hogy arról van szó, hogy energiaszámlát akarunk csökkenteni. Itt a teremben is mögöttem lehet látni, hogy milyen számokat értünk el, egy nagyon gyors növekedést értünk el, és az árbevétel alapján azt mondhatjuk, hogy a magyar energetikában azon a pozícióban vagyunk, ez a körülbelül a 5.-6. pozícióban, nagyságrendben, árbevétel arányosan. A rendezvényen részt vett Lantos Csaba, energiaügyi miniszter is, aki beszédében kiemelte, örömteli, hogy a cég a kutatásfejlesztéssel is foglalkozik. Ez a cég azért is figyelmre méltó, és azért is örömmel jöttem el, mert kutatásfejlesztésbe tesz be pénzt, és ezekkel a polimer akkumulátorokkal, energiatárolókkal valami olyasmit próbáltok csinálni, ami valóban újdonság. Ugye én azt gondolom, hogy a magyar kormánynak is erre irányul a politikája, hogy nincs nálunk a bölcsekköve, tehát nem tudjuk azt pontosan, hogy merre van a jövő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a globális felmelegedés ellen tenni kell, valamint szólt a magyar energiapolitika pilléreiről is. Kettő pillére nyugszik, egyrészt a nukleáris energiatermelésen, ismert ugye, hogy a Paks 1-nek nevezett 4 reaktorban álló atomerőműnek meg fogjuk hosszabbítani az üzemidejét. Hál' Istennek az összes mérés az azt mutatja, hogy ez lehetséges, tehát jól megcsinálták annó ezt a Skodába hengerelték a reaktor tartályt, ugye az a legszűkebb keresztmetszet, de jól dolgoztak annó a cseh barátaink, úgyhogy bírja a reaktor, minden más ki lehet benne cserélni, sajnos ugye a reaktor tartály az, ami nem cserélhető igazából. De bírja, úgyhogy meg fogjuk egy 20 évvel hosszabbítani, az azt jelenti, hogy 2052-57-ig velünk lesz a Paks 1, stabilan, megbízhatóan termeli a maga 2000 megawattját. Emellett építünk ugye egy másik atomerőművet, ez folyamatban van, ez a Paks 2, ez 2400 megawattos lesz, tehát még valamivel nagyobb is, mint a meglévő. Ez a kettő alaperőmű, ami Magyarország áram ellátásának a stabilitását meg fogja adni. A másik alappillér a megújuló energiaforrások által nyújtott világ. A köszöntők után elkezdődött a Zöld Bajnokok Gála, ahol Győr városát is köszöntötték. Az elismerés Szele Szabolcs alpolgármester vette át, aki kiemelte, a ciklus kezdetén több területre is nagyobb hangsúlyt kellett fektetni, köztük a zöld gondolkodásra is. Legelső lépésként környezetvédelmi bizottságot hoztunk létre, és utána pedig számos intézkedés követte ezt. Tényleg a teljesség igénye nélkül babaligetet hoztunk létre minden születendő győri gyermek részére a meglévő fásítási programon túl.
elfogadtunk egy olyan alapdokumentot, a SECAP-ot, a fenntartható energia és klíma stratégiát, ami sok-sok mindenben ad nekünk segítséget gondolkodásban és stratégiában. Egyaránt létrehoztunk és megalapítottunk egy rendezvényt, a úgynevezett Klíma Expo-t. Immáron harmadik alkalommal fogjuk ezt bonyolítani. Ez a vidéki Magyarország legnagyobb ilyen típusú rendezvénye, és immáron nemzetközivé nőtte ki magát, hiszen testvérvárosainkat és egyéb településeket is hozunk, hívunk határainkon túlról egyaránt. Védettség alá vontuk az erdőinket, több erdőt, több jelentős erdőt Győrben, fecskevédelmi programot hirdettünk, számos-számos intézkedés jött. És természetes volt, hogy amikor ez a program, tudtunk, hogy ott akkor ehhez is csatlakozunk. Az alpolgármester elmondta, a tárgyalások első percétől kezdve a megvalósítás mikéntje lebegett mindenki szeme előtt. Amikor dr. Gyis Bander polgármesternél járt Szeben úr, Meixner úr, Márton és István, és azt hiszem, hogy az olyan körülbelül bruttó 80 másodperc után nem egy ilyen megszokott üzleti és hivatalos tárgyalás volt, hanem azonnan álmodozni kezdtünk, hogy vajon hogyan bonyolítjuk ezt az egészet, és ez nem is csak egy letcsere program volt, hanem egy ledosztó ünnepséggé minősítettük, vagy emeltük ezt az egészet, és egy óriási marketing és PR public relation tevékenységet is húztunk ehhez, és egy nagy népszerűsítés mellett, egy óriási kampány mellett, mi azt gondoljuk, hogy talán segített ez népszerűsíteni a programot, bármegyén belül is, talán többen ezért ismerték fel a lehetőségét ennek az egésznek, és aztán szerveztük meg ezeket az eseményeket, és valóban, ahogy István mondja, ez az Olimpiai Sportparkban rendeződött meg. A nyertes! Győr városa! A zöld bajnokok köszöntése után Meixner István, a SZÁJEP székcsoport kiemelt ügyfélkapcsolati igazgatója, és a műsorvezető Harsányi Levente egy 6 millió forintos jutalmat sorsolt ki. A sorsolás szerencsés győztese Győr városa lett. Épült, szépült, fejlődött a város az elmúlt években, a Covid és a gazdasági válság ellenére is sikerült előre lépni Győrben. Ezt mondta híradónak a város egyik országgyűlési képviselője. Kara Ákos kiemelte, dr. Dézsi Csab András polgármester vezetésével komoly építő munka zajlik Győrben. Mindez az itt élők érdekében. A képviselő a József Attila utcai orvosi rendelőnél beszélt arról, miért kellene folytatni a megkezdett munkát a jelenlegi polgármesternek. Ott, ahol pár száz méteren belül nem csak a rendelőt, de a Radó iskola három épületét is modernizálták a közelmúltban. Szabadhegy Győr egyik kellemes, többnyire családi házas övezete, a körzetben annak ellenére is sok minden történt az elmúlt években, hogy előbb a Covid, majd a gazdasági válság is nehezítette a város működését. Szabadhegyen intézmények újultak meg, utakat fejlesztettek és a rendelőt is rendbe tették, ráadásul a jövőre nézve is komoly tervek vannak. Itt Szabadhegyen az elmúlt években nagyon fontos fejlesztéseket tudtunk megvalósítani. Összes az itt élőknek egy teljesen jogos és fontos igénye volt az orvosi rendelőknek a felújítása, és emellett a kezdeményezésemre sikerült a Radó iskolának három iskolaépületét is felújítani. Polgármester úr jóvoltából pedig egy nagyon fontos közlekedési fejlesztés valósult meg, ugye a Fehérvári út, Tatai útnak a csomópontjában. Ilyenkor mindig a jövőre is kell gondolni, a jövőről is beszélünk. Nyilván itt Szabadhegyen az út felújításokkal kapcsolatban, a járda felújításokkal kapcsolatban kell mindenképpen haladni, ezt világosan elmondták az itt élő emberek, de az egész város tekintve is fontos fejlesztések előtt állunk. Én nagyon támogatom azt, és nagyon üdvözlöm polgármester úrnak, dr. Dézsi Csaba András polgármester úrnak a programjában azt a részt, ami az orvosi rendelők, az egészségügyi alapellátás további fejlesztésére vonatkozik. Országgyűlési képviselőként nyilván mindent megteszek, hogy segítsem ebben őt, illetve ebben is tudjam segíteni őt. A Pálffy utcai orvosi rendelőt szerintem nagyon sokan ismerik, és mindenki tudja, hogy felújításra szorul. Én azt gondolom, hogy polgármester úrnak egy nagyon fontos és egy nagyon jó kezdeményezése, hogy szerepelteti a program pontjai között ennek az orvosi rendelőnek a felújítását. Azért dolgozunk Győrbe, hogy fejlődjön a város. A politikus hozzátette, nem csak az országgyűlési képviselők tudnak jól együtt dolgozni Győr polgármesterével, de dr. Dézsi Csaba András a Fidesz és a kormány támogatását is bírja. Nem véletlenül érkezett sok-sok állami támogatás a város különböző fejlesztéseire az elmúlt 4,5 évben. Ennek pedig folytatása következhet június 9-e után is, amennyiben a választók is úgy érzik, hogy a Fidesz polgármesterjelöltje a garancia Győr további fejlődésére.
Mintegy 250 kg textília összegyűjtésére alkalmas edényeket telepített a Mohu Ménfőcsanak városrészbe. A magyarok évente átlagosan 26 kilónyi ruhaneműt vásárolnak, ebből 11 kiló landol a szemétben, pedig ezek jó része újrahasznosítható lenne. Ezt a törekvést támogatja a hulladékgazdálkodási cég. Ménfőcsanakon régóta napirenden van a ruhagyűjtő konténerek kérdése. Most hosszas tárgyalások után a Mohu két edényt helyezett el a városrészben, a 3-as határúti szelektív gyűjtősziget vasút felüli részén és a KPBC oldalában. A fejlesztést a körzet képviselője is üdvözölte. Egy új gyűjtőt fedezhetnek fel az arra közlekedők a 3-as határúti szelektív szigetnél. A kedden kihelyezett edény mintegy 250 kg textília összegyűjtésére alkalmas. A magyarok évente átlagosan 26 kilónyi ruhaneműt vásárolnak, ebből 11 kiló landol a szemétben, pedig ezek jó része újrahasznosítható lenne. Ezt a törekvést támogatja most a Mohu hulladékgazdálkodási cég. A Zöld Győr koncepció jegyében mi támogatunk minden olyan kezdeményezést, ami segíti a lakosoknak a szelektív hulladékgyűjtését. Annál jobb, minél közelebb tudjuk vinni a lehetőségeket a lakosokhoz, és annál jobb, minél szélesebb lehetőséget tudunk adni olyan tekintetben, hogy minél több hulladékfajtát tudjanak elhelyezni. A szelektív gyűjtőszigeteknél ugye az elmúlt időszakban sikerült újra olajgyűjt edényeket is kihelyezni, például Ménfőcsanakon a legaktívabbak egyébként a legfrissebb adatok szerint ilyen tekintetben a lakosok. Most pedig textilruhagyűjtőket fogunk kihelyezni a városban 50 ponton. Az egyik ide a 3-as határúti szelektív gyűjtősziget vasút felőli részére, a másik pedig a KPBC oldalához került. Ruha, cipő, táska, textil vagy bőrkiegészítők, függöny, lakástextil, a konténerben a felsoroltakon kívül más nem dobható be, és mellé sem helyezhető el. Kérünk mindenkit, textilhulladékot rakjanak bele, cipőt is belerakhatnak, de lomót ne rakjanak bele, se kerti bútort, se települési hulladékot próbálják meg megfelelően használni. A városnak is fontos a környezetvédelem, meg fontos a város tisztasága, úgyhogy kérünk mindenkit, hogy ügyeljenek a környezetükre. A kukák kialakításakor ügyeltek arra, hogy kizárólag bepakolni lehessen, a kiszedést a mechanika gátolja. A bekerült textileket leválogatják, egy részéből géprongyot készítenek, a jobb állapotú ruhákat újra hasznosítják. Hasonló jellegűek az edények, mint a hulladékudvarokba, de mint az olajgyűjtésből is látszik, hogy minél közelebb visszük az emberekhez ezt a szolgáltatást, minél elérhetőbb számukra, annál aktívabban használják, mert tudni kell, hogy Győr az olajgyűjtésben is kiemelkedően teljesített országosan az első, köszönhető a szelektív szigetek mellé helyezett gyűjtőedényeknek, úgyhogy azt gondolom, hogy minél közelebb kerül az emberekhez, annál aktívabban használják. Az önkormányzat továbbra is azon dolgozik, hogy megszilárdítsa a környezettudatos gondolkodást a városban. A jövőben szeretnének a kozmetikai termékek elhelyezésére alkalmas gyűjtőket beszerezni, hiszen ezek veszélyes hulladéknak minősülnek. A Győri Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft.-nek köszönhetően Győrben működik az egyik legkomplexebb köztisztasági rendszer, aminek fontos része a zug szemét elszállítása. Ezt 2022-ben újra gondolta és szervezte a GHG, így az elmúlt 2,5 évben összesen 3302 tonna illegális hulladékot gyűjtöttek össze. A 30414 köbméternyi zug szemét kupacokat naponta 3 autóval, 10 órában gyűjtik a szakemberek. 2024 első 4 hónapjában így már 100 tonnával, azaz 100 ezer kilogrammal kevesebb illegális hulladékot kellett összegyűjteni. Kupacokban állt az illegálisan lerakott szemét a Páncsapatak szomszédságában. Az úgynevezett zug szemét nagy problémát jelent az egész városban, de nem a GHG-nak. A vállalat már érkezik is, és a jól képzett munkások tesznek arról, hogy megtisztítsák a várost. Győrben működik Magyarország legösszetettebb köztisztasági rendszere, ennek pedig egyik fontos pillére a zug szemét gyűjtés. Dr. Dézsi Csaba András polgármester úr korábban azt kérte, hogy igyekezzünk megtenni minél több erőfeszítést annak érdekében, hogy a város egyre tisztább legyen, és ezért 2022-ben újjászerveztük az illegálisan lerakott hulladékgyűjtésnek a rendszerét. Ennek köszönhetően oda jutottunk el, hogy 2024 első 4 hónapjában a korábbi
a hasonló időszakokhoz képest már 100 tonnával kevesebb zugszemetet kellett a GHG-nak összegyűjtenie Győr területéről, és ami nagyon fontos és ami nagyon jó hír, hogy az így fennmaradó kapacitásokat Győr nem vonta ki a közterületekről, hanem ezzel ellentétben megduplázta, és ezekkel a megduplázott erőfeszítésekkel tudtuk például elindítani a szelektív szigeteknek a finom takarítását, ennek keretében lemossák a munkatársak a szelektív gyűjtő edényeket, összesepernek, kigazolnak, és ez is hozzájárul a városunknak a tisztaságához. A győri hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Munkatársai nem csak gyorsak, de alaposak is. Az apróbb, akár papírszemetet is összelapátolják, vagy épp gerebézik, zsákokba rakják, és ez így megy az autóra. Összehangolt munka kell azonban a sikeres megvalósításhoz. A célunkat, hogy elérjük az zugszemét gyűjtésével, 2022-ben újra kellett, hogy tervezzük. Azóta 3 autóval, tehát 3 sofőr, 6 rakodóval napi 10 órában végzik a munkájukat, és a GHG munkatársai a munkájukat folyamatosan ünnepnapokon, vasárnapokon is végzik, és a nagyon pontos, precíz munka folyik a háttérben, annak érdekében, hogy ugye felkészüljünk az zugszemét összegyűjtésére. A város tisztaságáért pedig a cég mellett a győri emberek is sokat tesznek. Az egy nagyon jó érzés, hogy a lakosság is együtt gondolkodik és együtt működik a közszolgáltatóval a város tisztasága érdekében. Ezt pedig abból tudjuk, hogy egyre többen használják a hét állandó győri hulladékudvart, éppen ezért, hogy a lehetőség biztosított legyen, a heti 40 órás nyitvatartás 48 órára emeltük meg, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a város tiszta legyen. Nagyon népszerűek a kihelyezett hulladékudvarok, az első 10 helyszínen közel 1500 győri ember vette igénybe a szolgáltatást, és több mint 117 tonna hulladékot raktak le a kihelyezett hulladékudvarokba ingyenesen és díjmentesen, és ezek az a lakossági együttműködés, a lakossági együtt gondolkodás, ezek az összeadódó energiák, ezek mind hozzájárulnak egyrészt városunk tisztaságához, illetve Győr fejlődéséhez. A GHG-nak tehát szívügye Győr tisztasága, mi sem mutatja ezt jobban, hogy az elmúlt 2,5 évben összesen 3302 tonna, azaz több mint 30 000 köbméternyi zugszemetet gyűjtöttek össze és szállítottak el. Második alkalommal tartott addiktológiai szakmai napot a Máltai Szeretetszolgálat, a Színes Fogadó Tér Szenvedély Betegek Integrált Intézménye, valamint a Szakma Fejlesztési és Szakma Támogatási Központ. Az eseményt a Győr-Szent Iváni Művelődési Központban tartották, célja pedig az volt, hogy ne csak szakmai szempontból mutassák be a szenvedély betegségeket és függőségeket, hanem életszerű példákkal és tapasztalatokkal is megismerkedhessenek a résztvevők. A rendezvényen komoly szaktekintélyek tartottak előadást. Anyai nagyszüleim józan paraszt emberek voltak. Apai nagyapám dolgos, becsületes, jóindulatú ember volt, aki egy-két hetente elment a kocsmába, onnan a mama talicskába tolta haza maga tehetetlenül. Emiatt csapolta ki a vállás is. A nagyanyám egy zokniban gyűjtött érte nekem az apró pénzt, a többieket nem ismertem. Elmondásból tudom, hogy az apai nagyszülőknél mindenki vert mindenkit. Agresszív környezet volt. Szörnyű emberi sorsok, a függőségből mára már kigyógyult emberek osztották meg felmenőik és saját maguk történetét a második alkalommal megrendezett addiktológiai szakmai napon. A színpadon háttal ülve csukjában adták elő nyitányukat. A szakmai napot tavaly szervezték meg először, az eseménynek idén a Molnár Vitt Bertalan Művelődési Központ adott otthont. Elsősorban a szenvedélybetegségekről beszélünk, olyan témákat feszegetünk, amik még mindig sajnálatos módon tabu a társadalomban, de nem elsősorban arra helyezem a fókuszt, hogy szakmai tudást és szakszavakkal megfogalmazott szakmai tudást adjak át, hanem élményt, amit magukkal tudnak vinni, és ennek ereje van. Hogy viszonyulnak egyébként a jelenlévők ehhez? Mennyire nyitottak erre az emberek? Ha csak azt nézzük, hogy 350 fő van most itt jelen, akkor egyértelmű, hogy van érdeklődés. Nagyon szívesen vesznek ezen a programon részt, és főleg én azt gondolom az a vonzó, hogy felépülőkkel találkozhatnak, ami nem egy hétköznapi dolog.
Az eseményen tehát a felépülőkkel személyesen is lehetett találkozni, akik saját életük tapasztalatait, megküzdési mechanizmusait adták át a résztvevőknek. Mellettük a program során igazi szaktekintélyek tartottak előadást, többek között arról, hogy a függőséget lehet örökölni. Egyrészt van ennek egy genetikai öröklés menete. Kutatások kimutatták például az alkoholbetegség vonatkozásában, hogy hát nagyon jelentős családi halmozódással, illetve genetikai hatásokkal kell számolni. Nagyjából a szakirodalmi konszenzus azt mondja, hogy a különféle függőségi problémák öröklékenysége 40-60% közötti. Tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy kb. Mint a személyiség tényezőink, durván 50%-ban mutatnak öröklékenységet. Minél több szenvedélybeteg felmenővel rendelkezik valaki, mondjuk valakinek az édesanyja és az édesapja egyaránt alkoholbeteg vagy drogbeteg, akkor nagyon drámaian nő meg az esélye annak, hogy ő maga is ilyen betegségben fog szenvedni, azonban ennek csak egy része a genetikai öröklékenység, a másik része bizony a tanulásos és a környezeti hatások. Pál Ferenc atya sebzetten hogyan éljünk egészséges életet témakörben tartott előadást, majd egy színházi darabot is bemutattak, délután pedig műhelymunkával zárult a szakmai nap. Dunáljuk meg! Ez az idei szlogenje a Szigetköz Naturpark hagyományos nyárnyitó családi napjának, amit idén is Kisbodakon rendeznek meg június 2-án vasárnap. A Duna és a folyópart adta lehetőségeket kihasználva, számos ingyenes sport és szórakoztató, illetve gyerekbarát program várja az érdeklődőket a családi napon. A program főszervezője, a Naturpark elnöke híradónknak elmondta, Győrből is sok embert várnak vasárnap, akik akár Bringa Mánia Győr szervezésében kerékpárral is érkezhetnek Kisbodakra. Már minden összeállt a Szigetköz Naturpark hagyományos nyárnyitó családi napjára, meséli dr. Pető Péter, a Szigetköz Naturpark elnöke a győrieket is várja a sokszínű rendezvényre. Ez a Szigetköz Naturparknak a már harmadik családi napja. Idén naturparki aktív családi juniális gasztro élményekkel és Szigetköz szatyorvásárral hirdettük meg. Maga a cím is rendkívül hosszú, és ebből is látszik, hogy egy igazán családbarát, de rendkívül összetett rendezvényt csináltunk. A helyszín nem változott, ahogy tavaly és tavaly előtt is Kisbodakon a Dunapartot választottuk, Felső Szigetköznek ezt a gyönyörű pontját, de mindenkit biztatnék, hogy ez Győrből is elérhető, olyannyira igaz, hogy egyébként a Bringa Mánia Győr innen az egyetemtől a híd lábától indít egy csapatot, és tulajdonképpen az a legkorábbi esemény, hiszen itt már 7 óra 15 perckor gyülekező van, és Oposa Tibi barátom és csapata már 7 óra 30 perckor elindul, hogy ők több pihenővel elérjenek Kisbodakra, lehet egyébként Győrzámbon, Dunaszegen és több helyszínen csatlakozni. Gyerekek, fiatalok és idősebbek is találnak kedvükre való programot, ezt ígérik a szervezők, és azt, hogy a Szigetköz csodálatos világát közelebb hozzák a résztvevőkhöz. A rendezvény helyszínen 8 órától indulnak a programok, először a szigetközi szatyor termelői piaccal, majd 9 órától a gyermekplaccal. A gyerekplacnak része egy állatsimogató, amelynek az a különlegessége, hogy a lipóti kisiskolások, meg a Dunaremetei Dodó Vadfarm összefogott, és a gyermekek is viszik a saját kedvenc állataikat, amikkel egyébként simogatni, fotózkodni is lehet. A Dodó Vadfarm számos meglepetés állatot hoz, és ott egyébként pónizni is lehet. Majd mellette a gyerekplacon lesznek kézműves foglalkozások, csillámtetkó, arcfesztés és szigetközi meséknek a mesélése, és sok-sok fajáték, hiszen mi odafigyeltünk abba, hogy természetbe illő játékok legyenek. Mellettük pedig az egyik szponzorunk támogatásával egy mászófal lesz, és ezzel szemben lesz tulajdonképpen maga a piactér. Többféle vízi és kerékpártúrára lehet jelentkezni, itt viszont fontos az előzetes regisztráció, mert a csoportok létszáma korlátozott. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a vízitúrák tekintetében szerencsés regisztrálni. Ugyan kifejezetten hangsúlyozom, hogy a teljes rendezvénysorozat egyébként ingyenes, csak sajnos a kerékpáros, meg a vízitúrák létszáma be tud telni, és ma már azt láttuk az utolsó héten, hogy az a létszám lassan-lassan kezd feltelni, akit biztonságosan ki tudunk vinni vízre. Aki még most jönne, az biztatjuk, hogy egyébként keresse fel a Facebook oldalunkat, onnan átvezet arra az oldalra, aki közvetlenül a túrát vezeti, és ott regisztráljon, még egyszer mondom, ez a regisztráció ingyenes. És több kis túrát tervezünk. Tehát vannak is egy órás bekeszülő túrák tulajdonképpen az ágrendszerben, de a profi kenusok, túrakenusok se
keseredjenek el, hiszen reggel indul egy csallóközi kör is, amely csak délután tér vissza, tehát vannak ilyen típusú túraínyenségek is benne. A kerékpártúrák útvonalát azért nem jelöltük ki előre, mert az időjárás folyamatosan változik, és ehhez képest nyilván a Szigetköz bejárhatósága is. Legrosszabb esetben is egy gyönyörű dengpári túrát, amely szintén egy varázslatos pontja a Szigetköznek, a kerékpárosoknak is tudunk ajánlani. Könnyed gyalog túrák is indulnak, és kocogva is bejárható lesz Kisbodak és környéke. Gasztroélményeket is kapnak a résztvevők, a halászléfőzés folyamatos lesz, és befűtik a település egyedülálló bogja kemencéit, amelyekben friss kenyérlángos sütnek majd. Most vasárnap tehát a természet szerelmeseinek nyárnyitó családi nap Kisbodakon. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb csütörtök este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon.